Ez a kocsi semmi ahhoz képest, ami a mai videóban lesz. Szereted a járműveket? Autóbolond vagy? Akkor ma Csodaországba viszlek! Reggeli pára felhőbe burkolózott, kanyargós hegyi utakon tartok Pécsfürdőre. Elhoztam a 80-as évek filmes autóját egy olyan helyre, ahol 70-es, 80-as évek utcai autói vannak, de nem csak személyautók, hanem kamion, teherautók, meg akár busz is, de azt nézd meg, hogy azzal a busszal ki volt ez a profi, aki ilyen gyönyörű egyenesen beparkolt? Ja, én! Ez itt a KPST Park! Ez egy olyan járműpark, amit Koltai Péter 3 évvel ezelőtt hozott létre a semmiből. Egy 36 hektáros tankpálya volt, semmi nem volt itt. Most már murva van, tereprendezés, ja, meg 716 autó. Peti 36 hektáron összegyűjtötte ezeket a járműveket, amik között aztán van minden. A darus autótól elkezdve csak Ikarusból 40 darab van a telephelyen. Kamazok, akkor Zill teherautók, barkasz hegyek vannak. Amit a 70-es, 80-as években láthattál Magyarország utcáin, minden van. Külön Trabant szekció van, Zsuk szekció. És az a célja, hogy a 70-es, 80-as évek járműveit megismertesse az emberekkel és megőrizze az utókornak. Ami egy baromi jó dolog, mert ilyen autó nézd, ilyen Renault-kat, ilyeneket már nem nagyon látsz az utcán. Ja, Kalambó Peugeot. Jó, nem kabrió, de nézd. 2 kérek. 2 gallont. $2. Kalambó, ugyanaz. Az ott egy Renault Magnum. Őt meg nem úgy hívják, hogy Kama 3, mert nagyon sokan annak idején azt hitték. Ő egy kamaz, az orosz ipar terméke. Euró 12, de nézd meg a belsejét! Nem, hogy az utakon nem látsz ilyen kamazokat, vezetni életedben nem fogod. Na, itt van rá lehetőség. Renault Magnum, próbavezetés. Nem mondta, hogy nem menő. Ez egy eredeti Renault 12. Renault és a Dacia ennek a licencét vette meg a 70-es években. A Lada, vagy a Zsiguli. Zsiguli lett ugye a Fiatból. És még Renault embléma a kormányon. Gyerekek, ez full Renault. És dacára, a dacárandóknak Rómában, Olaszhonban, Franciahon első rendőr felügyelője hova jut? A bolondokhoz. Most van az, hogy bánom, hogy nem hoztam magammal ilyen szürke gumimaszkot, mert én lehetnék fantomaszt. Én mindig megtartom az ígéretemet. Tényleg kanyarkövető fényszorója van, ami be is van kanyarodva. Jó, csináljunk le! A másik nem, a másik jó. Az itt lévő autók nem restaurálás, hanem állagmegőrzés céljából vannak itt. Vannak olyanok, amik mozgásképesek, elindulnak, lehet velük menni, de nem a restaurálás a cél, hiszen ha egy ilyen murván áll, akkor is jobb helyen van, mint hogyha szét lenne bontva, vagy eltűnne a süllyesztőben. Egy
Igen, mert ezen a részen még nem is voltam. Ezek eladók? Mit lehet megvenni? Nem veszhetesem, én megyek már valamit. Életemben nem láttam ilyet. A manapság Omegát se látsz, de azért egy Omegából. Hatajtós limuzin. Jó, persze Vauxhall, mert az angol változat, de gyerekek, ez? Jó, hát egy kicsit itt van a tetején, de hát mindegy, ezt meg lehet csinálni. Nem már. Figyelj. Ilyen szerintem az országban talán ez az egy van. Szerviszkönyv, minden megvan. Szia, 23-as, merci. Kockalámpa. Van 190-es. Van 126-os. Ó, oh, bálna, merci. Hello. Van 140-es is. Le a kalappal. Tényleg minden begyűjtött. Kedves BMW-sek, nektek is van ám itt minden. Körzetük az autópálya. Tempójuk halálos. E21. E30. E28 talán? Nem tudom. Ez 5-ös méret, nem? Tessék megírni, aki tudja, hogy ez milyen. De szerintem ez 5-ös. Ez E28 lesz. E30 kombi. E36 a nagyon menő zöld színben. Hátsó spoiler, minden. Régi 7-es. E32. Szállító a BMW, sokan csak így ismerik. E38-as 7-es. Ez az előtte. Ez az E32. De akkor az mi? E20? Na, tessék ezt megírni, hogy az E32 előtti 7-es. Adnak mi volt a kódja? Mert ez 7-es? Mi ez? Ha, mi ez? Hát ez az első 750i. V12. V12, akkor jól lett. 750i. Na tessék. Az első 12 hengeres sorozatban gyártott limuzin. Ó, kábelköteg itt is. Pupos Warburg dísztárcsával, na? Látsz ilyet az utcán? Akkoriban se nagyon láttál. Na jó, hát a nízákat meg kell nézni szemből. Úristen, mennyi. Elmondjam, hogy mióta nézem, benn vagyok a nízák csoportba, és akárhányszor feltesznek egy, ha mentőt, az egy óra alatt elmegy, de ha feltesznek egy ilyen roncsot, az is eltűnik 3-4 óra után. Zíl! Ezekben volt V8-as. Ez az a teherautó, ami annak idején, a 70-es, 80-as években semmi más nagy teherautó nem volt, csak a Zíl. És nálunk, ahol laktam, mindig reggel, amikor mentem suliba, a busz megállóhoz közel, indítottak egy ilyet. Na most ez az indítás, ez úgy nézett ki, hogy beült a sofőr. Elkezdett indítózni. Először azt láttad, hogy ilyen baromi nagy feketés, szürkés füst felszáll a hátuljából, és akkor elindult hatalmas hanggal, tehát eladta az utcát, elindult 4 henger, aztán 6, aztán elindult mind a 8. Ez egy olyan 12 perces folyamat. Ez a klasszikus Zíl, ebben a baba kék színben, és az összes ilyen volt, tehát ez a kék szín, fehér hűtőrács, vagy fehér elején, és általában az oldalukra meg ki volt írva, hogy Volán Tefu. Ki emlékszik erre? Jelenlegi szemben azt mondom, hogy ez egy kezelhető, tök kezes jármű. Értem, hogy a fatárom még miért rajongtak ért. Így már értem, hogy miért nem szerették az ifákat, mert ugye utána azok lettek. Jó, de ez két különböző. Na, és itt a KPST parkban, itt a bizonyíték, hogy milyen sok célra is használták. Ez egy autómentő Zíl, rajta még a daru is. Ez pedig egy teherautó, jóval rövidebb tengelytávval, de az orra mind a kettőnek ugyanaz. Csak az egy léghűtéses V8. Pontosan. De komoly! És mekkora? Azért régen is tudtak, na. Konform játszótér. Régen csak ilyenek voltak. Ezt nem haltak ám bele a gyerekek. Még emlékszem, amikor elkezdték cserégetni, akkor a Volkswagennek az 1.1-es motorját rakták bele, vagy 1.3-as. Volga. Zaporozsec. Skoda MB1000, picit rozsdás. Ez a másik Zaporozsec.
Nálunk volt egy az utcában a panelok, 10 emeletes panel alatt egy ilyen citromsárga, és ezeket úgy hívták csúfnéven, hogy Tajga Tigris. És róla nem csak a Tajga Tigris sztori, ami vicces, hanem az a városi legenda, hogy az ő léghűtéses farmotorja az egy orosz tanknak, meg hómarónak volt az önindítója. Tehát ami abban a nagygépben önindító, az ebben motor, ami hajtja a négy kereket. Ilyen darúra mindig is fel akartam kapaszkodni, csak sose tudtam megfogni, mert amiket használnak, annak mindig zsíros ez a kampója. De ennek nem. Mondtam már, hogy ez a hely egy csoda! Ha hegyvidéken nyaralsz, akkor fölmész a hegy tetejére. Ha KPSD parkban vagy, akkor feljössz a vízen lépcsőn. Lakóautó szekció. Elcsesztem. Be kellett volna hozni ide az alufóliába csomagolt szendvicseket, hozni egy papucsot, felvenni fehér zoknival, és leülni a lakóautók tövébe, mint annó az NDK-s turisták a kempingben, hogy megnyomogjuk a kaját. Képzeld el, amikor a 80-as években az NDK-s turisták megérkeztek a Balatonra, és jöttek ezekkel az autóikkal, és feküdtek azon a kanapén, eszegették a kis szendvicseket, és utána apu beült oda a vezetőfülkébe, és elvezette haza a Nízát. Vagy a Barkaszt. Nekem a Balaton a Riviera. Ez egy egyedi Barkaszból épített. Már csak onnan gondolom, hogy a kormány. De az, nem, ez Skoda. Jaj, bocsánat, Skodából van. És figyelj, mosogató, tetőablak, a fa egy kicsit már elmállott. Figyelj, a szaga. Szihetetlen. Hát jó hómaró! Hómaróba még életemben nem ültem, mert orosz tenger alatt járóba ülni. De durva! Hát kilátásod mondjuk nem sok van. Ennyi az ablak. A lőrés. És ha kevés lenne a műszerfalon lévő kar, meg a padlón lévő kar, akkor van itt a plafonon is! És az, amikor a figyelmeztető táblákat még kézírással úgy festették ecsettel, ha? Ez nagyon retro. Nézzél be, itt van egy gázolajkája. Basszus, tényleg. És hol a van? Hát középen, mint a helyutóban, alattad nincs. Jahogy! Ez egy harckocsi motor. Jahogy! Tehát itt a motor. Basszus. Ugye az ember keresni elő. Jó napot! Azt a mindent! Fiat család. És azt hiszed, hogy az ott a végén, hogy az zsiguli, de nem. Azok is fiatok. Skoda buszok. Nézd, cseheknél ilyeneket használtak mentőautónak. De cuki, ezekben van valami nagyon aranyos, nem tudom miért, de főleg a tisztársásod, de nézd, hát a menő. És hát itt van a másik szerelmeimből egy csomó. A Níza 522, a lengyel ipar csúcs terméke, ami annak idején Magyarországon mentőautók voltak. Ez is, szerintem legalábbis ez is egy régi mentő volt. Ezek a mentőszolgálat szerint ilyen 120-130 ezer kilométeres koruk után kuka. Tehát selejtezni kellett őket. 30-40 ezer kilométer után motorfelújítás jött mindegyiken. Még abban a rohadt mocskos átkos, azzal a régi szar, lengyel Nizával, azzal a... Annak küldi ki, megtudtam, hogy aki még nem dőlt el, hogy megdöglött vagy nem döglött meg, tudod? Gyorsan beteszek és így viszik a kórházig. Papa, tartson ki, új rendszer van! Hát, kapták is a kiképzést. 1960 és 1990 között több mint 8000 darab különböző típusú Nízát használt el a mentőszolgálat, 50 millió beteget szállítottak, és több mint 1 milliárd kilométert tettek meg hazánk útjain. 91-ig voltak szolgálatban, mert utána jöttek a Toyota Hiace-ek. Na, nézzük meg, hogy ez tényleg mentő volt-e. Hát, gyerekek, nekem ez a forma. Hát itt motorol a feje. Az, ez mentő lesz. Ja, persze, figyelj! Nézd a belét!
És itt a régi rendszáma. MB1462. Ez volt a régi a mentőautónknak MA, meg MB volt a rendszáma. Tudti, hogy eredeti mentő, és nem csak azért, mert a zöld belső, az full mentőautó, megnézd, le vannak fóliázva az ablakok. Gondolom ott volt valamikor az ágy, itt ült a doki. Hát ez, basszus. Komolyan, hogy videóban nem lehet illatokat meg szagokat visszaadni, baromira bánom. 4 hengeres benzinmotor volt bennük, 2100 köbcenti és ilyen 70 lóerő. Ja, és csak hogy tudjad, ez a villogó, ez a régi Viltes villogó, nem tudom, talán még látszik is rajta, nem tudom, innen én nem látom. Ha egy ilyen Viltes villogót akarsz venni manapság, egyrészt nem tudsz, mert fél évente egyszer megjelenik egy a marketplace-en, egy nap alatt el is tűnik. 50, meg 60 ezer forintot kérnek érte, úgyhogy nem is biztos, hogy működik. Annyira ritkák, annyira eltűntek már ezek. Ne kérdezz miért, én nagyon szeretem ezeknek az 522-es nézzáknak a formáját, főleg a disztárcsász verziókat, de voltam belőlük minden. Tűzoltóautó, ilyen rakodós, ilyen tolóajtóval. Az egyik első autós élményem vagy félelmem egy ilyen Niza 522-eshez kapcsolódik. Apukám épp egy ilyen Nizát vezetett a gázgyárban, sofőr volt, és elvitt engem is néha dolgozni magával hajnalban. Beértünk hajnali 6 óra, ő elment kávézni, engem meg ott hagyott a kocsiban, hogy vigyázzak rá. Persze, hogy ide pattantam rögtön a vezetőülésbe, csak ő nem kézifékkel állította meg az autót, hanem csak sebességbe tette. Én meg, hogy matattam itt a váltóval, meg kormányoztam, 11 éves voltam, az autó elkezdett gurulni. Full pánikba estem, hirtelen nem tudtam mit csinálni, kapkodtam össze-vissza mindenhez, és berántottam a kézifékkart. A kocsi szerencsésen megállt, én meg pattantam oda a jobb egybe. Ő jön ki kávézás után, és néz rám csodálkozva, hogy miért itt ülsz? Hogy nem a kormány mögött vagy? Én nem szóltam semmit, csak néztem mind a jó gyerek. Csak közben a többiek meg eltűntek ám, én totálisan lemaradtam a csapattól, mert itt aztán pofázok annyit. Jó, annyira nem tűntek el, jó, ott vannak. Régi szemetes autó, amikor még narancssárgák voltak a kukás autó. Aztán a robur, a másikra, hát mondjuk ez elég szerencsétlen. Erre szokták azt mondani, hogy van patina, ugye? Ez ide néz, kis moha, kis ez, kis fe. Jaj, elloptam egy darabot a roburból. De akkor is meg van őrizve, ennek az állapota már nem romlik, mert azt mondta Peti, hogy még akar alá murvát, mert ugye így problémás alulról könnyebben elrohadnak, de hogyha murva lesz alattuk, ez az állapot már meg lesz őrizve. Tehát ez már így marad, nem bontja el senki. Most vettem észre, a robur ablakában aranyászok! Tesó, aranyászok! Itt a sörös üveg! Persze, robur is van nyitva, nézzünk be. Hát, jó. Ja, ez már az enyészeté. A 80-as, 90-es években sok rossz fát tettél a tűzre, akkor találkoztál ezzel az autóval, hogyha kiártál a Hősök terére tüntikézni, meg tiltakoztál a rendszer ellen, akkor ezt a rendőrségi vízágyút gyakran láttad meg a pofádba a vizet, ami fötkölt. RF3386. Ez lehetett az eredeti rendszáma. Figyelj már, azért itt biztonságban voltak a zsaruk. Ott van fönn a két vizágyú. Nem biztos, hogy ezzel jó volt packázni. Az hegyek, mindenféle teherautó. Hát a fatalom ilyet is vezetett, csak olyan színben, úgyhogy ilyenben is ültem. És erre még emlékszem, figyelj, milyen a kilincse. Nincs ám ajtó, kárpit, meg ilyenek. Ez a belső kincs. Így nyitod az ajtót. Semmi. Prosto egyszerűség. Semmi. Nézd. Egyébként ez alatt van a motor, egy 2.4-es benzines. Hát ezt neveznék manapság minimál dizájnnak. És amennyire minimál, olyan finoman is csukódik. És megérkeztünk az én Mekkámra, amit a legjobban vártam. A buszok, az Ikarusok, közel fél hektáros területe. Itt tubálok, gyere! Peti, basszus, már megint gyereknek érzem magam. Én akkora Ikarus rajongó voltam. Orosz fényképezőgéppel fotóztam a győri sárga Ikarusokat. Fatáblára rajzoltam műszerfalat, és tekergettem a csinált kormányomat. Jó napot! Egyet legyen szíves! Gyerekként mindig itt ültem a jobb első ülésben, itt rögtön az ajtónál, mert akkor tudtam nézni a sofőrt, hogy éppen mit csinál, hogy váltogat. A világ legmenőbb embere volt, amikor megállt egy buszmegállóval, és ilyen lazán így végighúzta a kezét a gombokon,
csengő, és amikor indulunk, újra még egyszer. Hát, én akkor buszsofőr akartam lenni. Ilyen kormányt ugyanúgy csináltam magamnak műanyagból, mint kit kormányát. Nem is igazán csináltam, hanem ennek a retro ülőkének a tetejére rajzoltam buszkormányt, mert azt jól lehetett tekergetni. Benézünk, benézünk. Ja, hogy ebbe lakni lehetett? Jó napod! Szabad bejönni? Na, megzavarok valakit valamibe. Figyeld, konyha! Padlóval óvatosan, mert itt a lábam alatt már le van szakadva. WC Ikaruszba, és egy komplett gyerektábort el tudsz itt szállásolni. Persze, azt is simán elbírom képzelni, hogy annak idején ez valami menő magyar együttesnek a turnébusza volt. Előbb itt poénkodtam, hogy beszakad a lábam alatt a talaj. Megtörtént. Persze. Támadjunk meg egy budapesti helyjáratot, ami éppen ugye garázs meneten van, az azt jelenti, hogy én beülhetek, mert én viszem el a garázsba. Hello, szia! Szóltak itt a srácok, hogy óvatosan jöjjek, mert vizes az ülés. Nem gondolom, hogy visszatart. Ez hihetetlen. Csöndesebben már ott hátul. Figyelj! Egy életem álma vált valóra. És itt a klasszikus, a Trilex felni. Amikor 12 évesen nyáron a nagymamám panellakásának az ablakából könyököltem, és figyeltem, ahogy előttünk a nagyforgalmú úton a buszok mennek, imádtam ezeket a felniket. Nem tudom miért, még rajzolgattam őket papírra is. Ezeket hívták régen ráncajtónak, mert ilyen kis vékony tagokból van, és hát gondolom olyan, mint a ránc. Ez meg ilyen konyhás. Jó napot kívánok! Jó napot, várom a kaját! Egy piros aranyos szendvics rendel! Figyelj, rendes konyhapult! Azt a minden... Klíma? Nem tudom, ez gyári volt-e 88-ban. Oda néz! Tűzhely! Oda néz! Azért... rendes konyhaszekrények. Jó, hát egy kis légrugó is van. Asztal, szék, tahográfkártya. De menő! Nézzük, mennyit állt, betartotta a szabályokat. Azt se tudom, hogy kell olvasni ezt. És akkor a spongyabok persze az ablakban. Kiárat tábla. Ez Kánaán nekem, komolyan. Peti ott tartja a tárolkezetést, megint nem hallok vele egy szót se, de ez Kárpótó! A videó most következő szakasza megköveteli, hogy egyenruhát viseljek. 10 éves korom óta vágytam rá, hogy ülhessek egy igazi Ikarusz kormánya mögött. Ez most ugye megvalósul. De hogy én vezethetek egy igazi, egy valódi csuklós buszt. Bekergethetem azt a hatalmas kormányt, és az én lábam nyomja a féket, hogy pisszegjen az a sárga óriás. Na ezt még álmomban sem hittem volna. És a KPST csodaország most megadta. Már végig hallottad az összes menetet. De hogy hallottam, még most jöttem először is. Persze mentünk ám előtte utasként, teszteltem az útvonalat, nézegettem. Rendes buszfordulót építettek a srácok. A következő én leszek. Hát kell, hogy mondjam, hogy baromira izgulok. Annyira nem tűnik egyszerűnek. Annyira izgultam, mint egy szerelmes kisrác az első randi előtt. My love, there's so many ways I want. Óvatosan kell, hogy a légfék, ugye? Igen, meg nem mindegy, hogy hogy áll a nyomás, mert ha csak hat kifékezte valaki, hat báron van, akkor másképp fog, mint amikor 16-16. Még egy kis vagy a légfék. Már a start gombot kell megnyomni. Ez te menő. Mindig az, hogy lassan haladunk, gyorsan tekerünk. Minden kanyarnál, de még az íveknél is kellett a három tükör, hogy nézhessem a csukló leghátulját, a seggét, hogy mennyire tolja ki oldalra, mert bazi hosszú ám. Soltad rád,
összebe a mutasóra, hogy jön ki a külfogalomból. Van az. Hogy el akarna ezért csapni téged, neked akarna menni. De a végére még a tulatva beparkolást is megoldottam. Tök egyenesen kell hátra. Először az ennek. Az eleje. Ilyenkor először ellenkező irányba kormányozva befordítod a csuklót, aztán amint irányba állt, óvatosan le kell követned a kormánnyal, hogy az eleje is beálljon egyenesre, de vigyázni kell, mert ha túl sokat kormányzol, összecsukódik, mint a bicska. Életemben először csináltam, de óriási élmény volt! Egy kicsit. Nagyon menő volt. Nagyon szépen köszönöm. Na nézzük meg, hogy álltam meg. Oda néz. Így álltam be. Ilyen egyenesen álltam be. Tolatva. Csuklós busszal. Na. KPST part, tessék eljönni, és tessék megnézni, baromi jól fogjátok érezni magatokat. Többen mondták itt a társaságból, hogy én konkrétan olyan voltam, mint az óvodás, mint a kisgyerek a cukorkaboltba. Örök hálám az ötletért Dávid Tamásnak, köszönöm Koltai Péternek és barátainak a parkba fektetett rengeteg munkát, nekem okozott életre szóló élményt, és hogy egy napra újra élhettem a gyermekkoromat.